Én kis kertet kerteltem, balzsa rózsák ültettem. Elérkeztünk állomásunk harmadik helyére. Voltunk Pesten, a Leonardo közben jártunk Milánárison, most egy új helyzet, egy új környezet és egy egészen más szituáció fogad minket. Itt Budakeszin vagyunk, és itt is látunk mindenfajta új kezdeményezéseket, ami Budakeszin eddig nem volt jellemző. Magántulajdonú kertben, ahol pillanatnyilag négyen gazdálkodnak, az ő szószólójuk, Nagy Ádám, őt kérdezzük arról, hogy mit látunk itt, és mi várható itt a jövőben, ilyen a témában, hogy közösségi kertek. Itt Budakeszin egy magántulajdoni, ahogy mondtad, magántulajdoni telken vagyunk, ahol használatra kaptuk, meghatározatlan időtartamra. Ez egy hosszú évekig csak kaszált kert volt, már elmúlt 10 évben. Ez csupán kaszálva volt, az ősszel felszántattuk, és megtrágyáztuk, majd tavasszal elkezdtük a felosztás, egymás közti felosztás után mindenki a maga részét bevetni különböző terményekkel, veteményekkel, ahogy látjuk soronként más-más, tehát ilyen, ezt a művelési módot választottuk, soronként más növényekkel, úgy társítva ezeket, hogy egymás kártevőit riasztják, illetve egymás elől a tápanyagot nem szívják el. Ez egy német módszer, amit próbálunk itt a gyakorlatban átültetni a helyi viszonyokra. Itt, ugye, ez egy üres építési telek, körbe lakóházak, és a lakók, környező szomszédos lakók is örülnek, hogy ez nem parlagfüvet terem, mint a korábbi években, hanem művelve van, és ahogy látjuk, a szomszédoknál is van kisebb, igaz, hogy kisebb, de veteményes talán. Itt az öntözést szomszédos telekről kútból szivattyúval valódjuk, meg egy víztartályunk van, és így az első év komoly harcot jelent még a előtörő gazokkal. Tehát azt reméljük, hogy jövőre ez már érdemi részében inkább a növény termesztésről szólhat. Itt egymásnak be is segítünk, ahogy a szükség kívánja, hisz időben nem mindenki tud mindig itt lenni. Voltak ugye közös munkák, ahogy meséltük itt a az eredménye. Kert tulajdonos, illetve használó helyesebben büszkélkedik a ő veteményesének terményével. Bio módszerekkel, ezt nem említettem, vegyszert nem használunk egyáltalán, tehát a mechanikus rovarírtás, kézi eltávolítás megy, és ezért nyugodt szívvel esszük magunk, és adjuk családon, baráti körön belül tovább azt a terményfelesleget, ami mindenkinek egészségére válik. Jó, köszönjük szépen! Én ez a legszebbek. Bazsalikom? Nem, kóstold meg. Mondjuk 2 deciliter vízhez kell 1 teás fanálnyi szárított stevia, és akkor az nem is tudom hány kiló cukornak felel meg. Tehát mondjuk egy normál bögrébe 1 cse teához, vagy kávéhoz is 1 cse, de van, amikor az is sok. Tehát úgy 300-szor édesebb a kivonata, mint a kristálycukor. És nagyon nagy az utóíz, az utóhatása az, ami nem jó. És most ezen dolgoznak, hogy ezt visszafordítsák. Na? De édes, nem? A többi veteményünk, mindez
cég szponzoráció, egy vetőmagcég, magyar vetőmagcég szponzorációjaként került ide. Mi a neve? Nekik nagyon köszönjük. A Rédén, a Bakonyban van a Kerti Mag ZRT-nek a magjait kaptuk meg. A Zsalikon ugye használtunk a sorok végén fűszer és gyógynövényekkel, és próbáljuk ezt a kártevő riasztást, hatást erősíteni. Helyszínen vagyunk a metodista gyülekezetnek a területén, itt a Rákóczi utcában, ahol négy fiatal ember kapott itt egy lehetőséget, hogy egy kis közösségi teret, egy közösségi kertet alakítson ki a maga számára. Erről tudná nekünk egy néhány szót mondani? Igen. Tavaly áprilisban kezdődtek itt a munkálatok, Gábor barátommal erre tévedtünk. Én már előtte beszéltem a Gábor atyával, aki ennek a felelős, ennek a területnek nem használta az egyház, is felajánlották használatra, úgyhogy mi jöttünk a lehetőséggel. Azóta műveljük itt a földet. Sokféle próbálkozásunk volt a szabadföldi dézsás tenyeszés, hát sok tapasztalatot szereztünk. Egyre több segítőink akart, a közösségnek 5 tagja van, és az jelenleg, aki ezt így használja, gondozza, ápolja, élvezi gyümölcseit is, úgyhogy részint valaki nyugdíjas, valaki munkanélküli, valaki belkötelezett ez iránt a fajta közösségi gazdálkodás iránt, de ugye ezen mindannyian valami szintén elközelhető lettünk még, ha csak itt is. És ja, de kezdette valaminek, amiben fejlődött valamivé. Hát igen, úgyhogy ez szerintem, mivel maga az üvegház is egy jó lehetőség egy kertnek is, arra, hogy idejekorán elkezdjük a palántázást, az élet hamarabb elinduljon, hogy nyáron már gazdagabb, bőségesebb legyenek a kertek áldásai, úgyhogy innen nagyon sok palánta, több száz paradicsom, több uborka, bazsalikon, fűszernővények, virágpalánták kerültek ki, és hát ezt még ugye ezen most sem használjuk ki 100%-osan, úgyhogy facsemeték nevelése gyümölcspákhoz, alamik nevelése, nyilván még többféle zöldséggyümölcs előnevelése ez itt lehetséges volna, sok kertnek a javára, illetve maga ilyen körülmények között van tervben téli fűtés, ami lehetővé tenni azt, hogy mediterrán növényeket is életbe tartsunk itt a fagyos téli időkben, ami még persze még vár az még a téli. Ilyen nagy kánikulában hát nincs fizosfokú háttányal a növények fejlődésére, hogyha túl nagy meleg van? Van, de ezek a növények, mondjuk a paradicsom az bírja, az uborka bírja, van, ami megsínyli, főleg a kicsi növények, mondjuk kevés gyökérzete, meg hát sok múlik azon, hogy mikor is hogy járunk ide. Néha a kánikulával jöttem délután is lelucsolni. Rozsolásra, a kármetezéssel le lehet üteni legalább 10 fokkal a hőmérsékletet. Ez még finom. Hát ez... De ez már szerintem betűmagnak ideális enni azért, nem? Tudod, hogy van sárga paradicsom is? Tudom. Piros. Sőt, fehér is. Ja.